Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit február 23-án, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban szó lesz arról, hogy a Vörösmarty Színház vezetése és művészei ebben a koronavírus járványa terhelt időszakban is megtalálták a módját, hogy eljuttassák megvalósított álmaikat a nézőkhöz. Tehát először is egy varázslatos mesejátékot láthatnak animációba csomagolva, majd egy beszámoló következik arról, hogy felnyitották az osszáriumot itt Székesfehérváron, és megkezdődött a csontmaradványok elszállítása. Tartsanak velünk! Folytatottak Nuka, a világjáró jegesmedve kalandjai, Kricsár Kamil, Kertkai Rita és a Vörösmarty Színház alkotógárdája újabb animációs filmmel jelentkezett. Nem tudni a teljesen pontos időt, amikor Nuka egyszer csak megjelent. Vagyis a megjelent szó nem fedi a valóságot. Mert nem megjelent, hanem egyszer csak itt volt, és pont. Itt volt, teljesen valóságos maga mi voltában. Ez több bonyolult kérdést is felvetett. Nuka ugyanis jegesmedve volt. December 25-e meghozta Nuka a világjáró jegesmedve kalandjainak folytatását. A Vörösmarty Színház művészei Kricsár Kamil és Kerkai Rita márciusban megkezdett történetének folytatásaként varázslatos mesevilágba kalauzolnak el bennünket, kicsit nagyot, s teszik ezt végtelenül emberi, játékos mélységekkel átszőtt melegséggel. Legutolsó jelenetet kivéve ez megvolt kvázi májusra, ugye, mert az volt a ugye tavasszal, amikor csináltuk ennek a teljesen animációs Rita itt Fehérváron a panelházba, én lent Zalába, mint író. Ebből az volt a terv, hogy ez ilyen hosszú lesz, tart, ameddig tart. És ugye a hosszát meg igazából, megmondom őszintén, nem is én határoztam meg, én csak lezártam a végén, hogy kvázi legyen, mint egy lekerekítése, hogy hány szereplő van benne. Tehát ugye az elején megvolt, hogy kik szeretnének benne lenni, és akkor ebbe benne volt a, ugye, beleve a Rita, aki volt a Nuka, meg ugye azt ne felejtsük, hogy az ő ötletéből volt, tehát hogy szokás szerint ez megint úgy történt, mint már nem először, hogy csináljunk egy mesét, és azt gondoltam, hogy legyen benne egy jegesmedve. Ez így indult. És én meg ültem otthon Zalaszentgróton mellett a kis házamba, és akkor ott nem tudom, aztán történet jön, és akkor ez mindig úgy jön egy plusz szereplő, mert ugye az volt a lényeg, hogy több szereplőt mozgassunk a társulatból, Vörösmarty Színházból, és akkor minden egyes epizódnak ugye más a szereplője. Akihez megyek, lakhat bárhol, tudok vele beszélni. Mintha lenne bennünk egy mindent fordító gép. Te értesz? Én is értelek. De kívülről nézve, én mindenféle medvehangot adok. Te meg embernyelven a sajátodon mondod, ami teljes zűrzavarnak hallatszik. Kerkai Rita, Nuka, töpörtyű óriás jegesmedve mélységesen valóságos hangjaként és illusztrációival is arra késztet, már-már kötelez bennünket, hogy gondoskodó szeretettel megrajzolt figuráiban ismerjünk mai önmagunkra, s váljunk kicsit jobbá, figyelmesebbé mindennapjainkban. Egyszer egy mese gyerekeknek, de ugyanakkor nagyon erősen kapcsolódik ahhoz a helyzethez, ahhoz a létállapothoz, amiben most élünk. És a Kamil meséiben nagyon szeretem azt, hogy egyszerre van egy felnőtteknek szóló rétege, és egy gyerekeknek szóló rétege, és így egy család, hogyha együtt megnézi, akkor mindenki kap egy olyan gondolatot, amit aztán a későbbiekben tovább tud gondolni. És hát a Kamilnak a meséi nagyon erősen reflektálnak társadalmi problémákra. Például itt a Nukának, a jegesmedvéknek a története, amit elmesél a Nuka, hogy az valahogy nagyon átélhető most, és hogy valójában ez a közös szorongás, amiben most élünk, hogy azt szerintem nagyon szépen képileg megfogalmazódik ebben a mesében. Nézzenek oda! Méltóztatott észrevenni és leereszkedni hozzám az uraság. Pedig jó magam, már 2 éve lakója vagyok a közösségnek. Igen,
Jól hallotta, 2 éve, december 22-én tetszett felfogadni engem több ezer testvéremmel együtt, még fenyőfa, mi voltunkban. Gyuri gazda általános kis és nagy karácsonyfa iskolájából hozott el, hogy tegyük csodálatossá az ön ünnepét. Mivel a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél, Nuka és újdonsült barátja Ilanak útra kell, hogy felfedezze a világot, hogy elámuljon mindenen, ami körülvesz minket. Felső normandiai jegenye Elvirával találkoznak a tűlevéllel, aki beesik a padlórésbe és ott marad karácsony utánig, de aztán kiderül, hogy előbb vagy utóbb mindenkit utolér a lelke. Nem lepett meg, mégpedig azért, mert ismerem a Kamilt ennyire, és tudom, hogy ha ő belekezd valamibe, akkor az folytatni fogja. És egyáltalán nem lepődtem meg. Inkább annak örültem, hogy újra, ahogy csináltuk ugye a Meselátóhegyet, még régebben a Hópely hercegnőt, és az, hogy újra egy kicsit belelátunk az ő fejében. És nekem azért tetszik nagyon a Nuka, mert amit az előbb mondtál is, és beszéltük, hogy én azt érzem, hogy családi program. Olyan szempontból, hogy egy szülőnek ott kell lennie, vagy egy barátnak, vagy valakinek, főleg, hogyha mondjuk kisgyerekről van szó, és akkor ott van egy szülő, és közösen, tehát, hogy ő is segít neki, elmagyarázza, hogyha nem érti, vagy összefüggéseket keres, vagy megpróbálja átfordítani, és már van ugyanúgy miről beszélni, tehát le lehet őt is foglalni. És akkor így a szülővel együtt nagyon kevés olyan történet van szerintem most, manapság, vagy amit az emberek ismernek, vagy használnak, ami milyen közös. Vigyázz! Szólt rám Nuka. Igen, igen. Már én is akartam mondani, hogy jobb lesz nem lefelé tekintgetni. Igazam van, vagy nincs igazam? Mert igazam van. Szólalt meg egy kissé rekettes hang a háttérből. Igaza van, vagy nincs igaza? Mindegy az most. Az a lényeg, hogy maradjon fenn, ha már feljött, és ne essen vissza. Válaszolt egy női hang. A törődés és a törődés ebben a történetben nem törődöm szóvirágzagyvaság, így az sem véletlen, ahogy Balolér Bianca Katiani szerepében kaput nyit a vándorlók előtt. Pont emiatt tetszett nekem, amikor olvastam, mert hogy egy ilyen mindenféle korosztálynak érzem azt, hogy mondjuk egy a kisöcsém, aki 10 éves, csak mást értene meg belőle, mint mondjuk én vagy anyukám, a mélységeit vagy a sokrétűségét, hogy először olvasva talán látnék bele egy belső utazást, egy magányból adódó belső utazását a férfinak, de közben látok benne egy ilyen a kis jeges medvének a felnövés történetét, vagy mint kísérő, de közben nekem ez is nagyon tetszik, hogy mint egy jeges medve motívum, ami teljesen aktuális, hogy egy védett állat, egy kihaló félben, tehát vajon az én gyerekeim látnak-e majd jeges medvét. Szóval, hogy szerintem tök sok mindenre így rávilágít ez a kis történet. Ugye van ez az én karakterem, ez a befőttes üveg, a kétféle, a nő, a férfi, a viszály közöttük, és mint egy ilyen révész, egy kapuőrök, akik átengedik az utazót. Fazék dombi régi kalappanzió, nézz erősen, s már is ott vagy. Mindketten erősen néztünk, azt megmondhatom. S tényleg ott voltunk. Egy nagy fazékdomb, és a tetején, mint valami furcsa fedő, egy régi kopottas kalap. A régi kalap panzió. A domb előtt pedig ott állt mosolyogva egy egészségesen telt karcsú csupor, és a már ismerős hangon, a tábla hangján hangosan invitált bennünket. Parancsoljanak a kedves vendégek! Isten hozta önöket a fazékdombi régi kalap panzióban. Borcsupor Borbála vagyok, a tulajdonos. Csak hogy végre megérkeztek. Engem Nukának hívnak. Ilánnak. Csókolom. Jaj, de nagyon örülök. Fáradjanak utánam. Pardon, hogy én megyek elől, de félek eltévednek. Beengedhetsz, Tibi. A kisbarátok útja végül a fazékdombi régi kalap panzióba vezet, ahol Borcsupor Borbála asszonyság a házigazda. Hangját Kis Diana Magdolna kölcsönzi, aki mivel nem a verbális álmokfutás bajnoka, szintén lubickol a karakterében. Fontosnak tartom a jó beszédet, a szép beszédet. Nekem is van beszédhibám, de ez az írás, amikor Kamillát küldte, akkor nekem ez egy komoly feladat volt, hogy ezt a rengeteg jelzőt, ezt szépen el tudjam mondani, és ezeket lehessen érteni, hogy érzelem. Tehát ezek a jelzők nagyon bonyolultak voltak, úgyhogy ez nekem gyakorolni való volt. De
Hát az egész mesébe lehet fürdőzni, mert igazából tényleg hiányzik az, hogy én rengeteg animét nézek, és rengeteg olyan felnőtteknek szóló egyébként komoly mesét, ami visszavezet a gyerekkorba, meg visszavezet az alaptípusú érzelmekhez, mert most már annyira azt gondoljuk, hogy olyan bonyolultan kell mindent felfogni és megérteni, és olyan érzelmi katyvasz vesz minket körül, hogy a legegyszerűbb dolgok felé kell fordulni. Szeretet, tisztelet, megértés, és ezek a dolgok. Nem kell mindent túlgondolni, és ez a történet is, ahogy mondtad, hogy a felnőtteknek is el kellene tudni merülni egy mesében. Szerintem a felnőtteknek szóló mesekönyveket is kéne írni, nem csak gyerekeknek. Akkor hatan vagyunk, tehát sok lenne a hat hajó. Kivéve, ha hozok még legénységet. Meg lesz. Az elfeledett piros és kék fiúk. A két gombfoci csapat. A hajók pedig varázslatos virágszalvétákból lesznek, villaárbóccal és zsebkendővitorlákkal. Munkára! A Júli és a gombkalózok című történetben a félelmetes tengeri gombóknak okoz kalamajkát a kislány a Tócsa tengerben, hogy aztán lelkesen újraépítse a flottát. Júli szerepében Ladányi Júliát hallhatják, akinél a tisztesség ott felügyel minden cselekvés eredőjénél. Ez volt ebben a különleges, hogy Kamill elkezdte ezt a projektet, vagy hogy megírta ezt a történetet, és Ritával belekezdtek még márciusban. És valahogy sokan kedvet kaptunk hozzá, hogy ebben részt vegyünk, mert annyira tetszett, vagy annyira izgalmasnak tűnt, meg őszintének ez a dolog, hogy így jeleztük, hogy akkor mi is, vagy én is szóltam, hogy szívesen részt vennék benne. És már ugye ismertem a történeteket, azt az első párat, ami még tavasszal született. És akkor, amikor kiderült, hogy én Júli néven veszek részt ebben a dologban, az meg külön ilyen megtisztelő, hogy a saját nevemet használja, és én vagyok az egyetlen, aki a saját nevén szerepel ebben a történetben. És egy kicsit emiatt azt is gondolom, hogy talán közöm lehet ahhoz a kislányhoz. Én csak nemrég születtem. Nem igazán értem. És azt se tudom, hogy most ébren vagyok, vagy álmodok. Most álmodsz. Akkor te... Én átjárok a világok között. Sok ideje már. De eljött az ínség, és vele eljöttél te is. Így már én is indulhatok. Hová? A többiek után. Már mind elmentek. Csak én maradtam, és te. Elmentek? Anyu is odament. Ott van? Ott van, kicsinuka. Mindenki, aki eddig valaha volt. Hol? Hófehér világ. Mi így hívjuk. Én is megyek. Nem, kicsinuka. Te nem jöhetsz. Te vagy az utolsó közülünk. Te leszel az új őrző. Világok kapuőre. Az én tisztem lejárt. A tisztesség kegyeltjei jól járnak, ha a szeretethez társulva figyelik Kelemen Istvánt, Tomkin az öregecske jegesmedve bőrébe burkolózva. Van, amit újra és újra el kellett olvasnom. Nem azért, mert nem értettem meg elsőre, hanem azért, mert hát ugye ez nyilvánvalóan nem csak gyerekeknek szól, hanem felnőtteknek is, egy bizonyos réteg mélységei felnőtteknek is szólnak, és azokat jól a helyére kellett rakni. Az én figurámat is, ugye ezt a Tomkint, aki pontosan a szellemek otthona, világok őrzője, ezt a jegesmedvét, aki világok között mozog, és hatással van a szelekre, lecsillapíthatja a szeleket. Tehát mindannyiunknak van oda át, amár a másik világban, kedvese, szülei, barátai, és bizony jó lenne valaki, aki mozogna ez a két világ között, és megnyugtató választ adna, hogy jól vannak-e. Richard Kamill csapatát összekovácsolta a hozzáértés és a szeretet, ők idolok az egyszerűségben is, ami mértéksűrítő érvényű jelenség a 21. században. Közösségtapasztó emberek, akik létükkel összegeznek, új utakat nyitnak és előre jeleznek.
Kezdetét vette a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhelyen található osszáriumból a csontmaradványok elszállítása. Történelmi jelentőségű kutatómunkára kerülhet sor, ezzel folytatódhat a csontkamrában található maradványok genetikai vizsgálata. A helyszínen tartott sajtótájékoztatott Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, Horváth Lugosi Gábor, a Magyarság Kutatóintézet főigazgatója, Spáni Antal megyéspüspök és Cserpakovics András, Székesfehérvár polgármestere. Felnyitották a néhai királyaink földi maradványai tőrző osszáriumot a középkori Romkert Nemzeti Emlékhelyen. Ezzel elvégezhető a maradványok kiemelése, mintavétele, vizsgálata és azonosítása. A rendelkezésünkre álló tudományos módszerek birtokában minden esély megvan arra, hogy a Székesfehérváron megkoronázott és itt eltemetett 15 magyar király személyét azonosítani lehet, és ennek révén el lehet őket temetni azon a helyen, ahol ők örökre nyugodni akartak. Egyúttal ez lehetőséget teremt arra, hogy egy nemzeti kegyhelyet alakítsunk ki, ahova elzarándokolhatnak a magyarok a világ minden részéről. Ez a nemzeti önazonosság tudatunknak rendkívül fontos alkotó része, komponense. Viszonyítási alapokról van szó. Tudnélik, az Y-kromoszómán van egy olyan génszakasz, amelyik fiúágon gyakorlatilag a idők folyamán nem változik, illetve változásokat pontosan követni lehet. Példának említeném meg, hogy az Árpád-háziakat harmadik Béla és Vak Béla jellegzetes génszakasz alapján azonosítani lehet. Mátyás természetes fia és unokája jellegzetes génszakasz alapján majd Mátyást lehet azonosítani, és például a két Ansú királyunkat, Károly Róbertet és Nagy Lajost úgy, hogy felkeressük Nápolyban a férfi rokonok szarkofágjait, rengeteg duraczói, tarantói herceg van eltemetve, de a felmenők is, második Károly, első Ansú Károly, és ha meghatározzuk az ő jellegzetes génszakaszukat, és kiválasztjuk a sok eredményből ugyanazt a két génszakaszt, akkor tudni fogjuk, hogy Károly Róbertet és Nagy Lajost határoztuk meg. Ott pedig további kiegészítő vizsgálatokkal különbséget tudunk tenni a két nagy királyunk személye között. Ezen nagyon régóta és számos kiváló elme dolgozik, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a kutatási terv összességében is és részleteiben is rendkívül pontos és rendkívül korszerű. Én úgy gondolom, hogy Székesfehérvárnak is ez a kutatás rendkívül nagy lehetőséget biztosít. Az előbb említett emlékhelyet ki lehet alakítani, és a világ minden részéről ide jöhetnek a magyarok, ide zarándokolhatnak azoknak a királyoknak a sírjához, akik ezt az államot létrehozták, akik Magyarországból európai közép- és nagy hatalmat teremtettek, mindenkinek lehetővé tették a vallás szabad gyakorlását, a történelmi eseményeket uralni tudták. Tehát egy olyan államot hoztak létre, amelyik 1000 évig fennállt, és fenn fog állni, gondolom, még nagyon sokáig, további 1000 évekig. Kásler Miklós hangsúlyozta, hogy 1848. decemberében indult meg az egykori bazilika feltárása, ami mindig a kor színvonalán történt. Az archeogenetika létrejötte, lehetőséget teremtett arra, hogy most már nagy pontossággal vizsgálhassák meg a királyi maradványokat, és olyan összefüggéseket derítsenek fel, amelyekre addig nem volt lehetőség. Spáni Antal megyéspüspök kiemelte, a múlt feltárása és alapos megismerése fontos feladat. A múltat ismerve ismerjük meg igazán önmagunkat, értjük meg küldetésünket a múlt történelmében és feladatunkat a jelenben. A gyökerek, népünk erkölcse, keresztény hite és kultúrája ma is megtartó erő. Amikor olyan csábító, az önfeladással járó nagy közösség hangzatos szólama.
élet és halál kérdése ez. Megmaradás vagy feloldódás és önmagunk elvesztése a tét. Babics prófétai szavait megfogadni, megérteni nekünk is, ma is feladat. A magyar szín, mely a világhoz tartozik, mely gazdagítja a világot, melynek nem eltűnnie kell, hanem megmaradnia, mert ha eltűnik, a világ lesz színtelenebb, szegényebb. A jobb megismerés, az alaposabb és igazabb tudás a tanulásból, a kutatásból fakad. Az egyház készségesen áll a kutatás a teljesebb igazság megismerésének útjára, készséggel lesz társ az igazság feltárásának, megismerésének izgalmas útján. A jelent szolgálja a múlt kutatásával is. A múltat kutatjuk most a magyarság egyik legszentebb helyén, ott, ahol a magyar történelemben Szent István népének minden szentje járt, felkeresve a híres zarándok helyet, Szent Imre sírját és Szent István nyughelyét. A helyet, ahol megszületett a Mária országa eszménye a Szent Istváni felajánlás nyomán. Alázattal és tisztelettel közeledünk a múlt felé. Tisztelettel, megrendült lélekkel nyitjuk fel az évszázados csontokat őrző osszáriumot, hogy a csontokat megvizsgálva közelebb kerülhessünk szentjeinkhez, történelmünk nagyjaihoz. Ezzel a tettel erősíteni akarjuk Szent István és az első magyar szent család városának tekintélyét, a hagyományban elfoglalt és az őt megillető történelmi helyét. Az első lépések hozzák majd a többit is. Alakítjuk az 1000 éves emlékhely bemutatásának körülményeit, méltó módon bemutatjuk a kőtárban a csodálatos faragványokat és a templom lenyűgöző méreteit, majd a templom romjait tesszük méltóvá, és elhozzuk remélem az iskolásokat, hogy itt találkozzanak mindnyájan a magyarság szellemével, történelmünk nagyjainak szellemével, örökségükkel. Itt, ezen a szent helyen ivódott lelkünkbe az, hogy mit jelentett régen magyarnak lenni, és mit jelent ma. Hiszen ez régen is, ma is kihívást, feladatot, próbatételt jelentett, és jelent ma is. Várjuk vissza haza erekjéinket a tudományos kutatás végeztével, melynek eredményeként bízunk abban, hogy még közelebb kerülünk az éltető gyökérhez, a magyar szellemhez és lélekhez. Köszönjük miniszter úrnak, hogy a kutatásokat felvállalja, köszönjük főigazgató úrnak, hogy ennek a feladatnak megvalósítását magára vállalja, és köszönjük polgármester úrnak, hogy ebben partner és városunk múltját és jövőjét szolgálva együttműködésével. Közös erőfeszítésünk erősítse bennünk azt a magyarságtudatot, melyel őseinkhez méltó módon tudjuk szolgálni ma is, a jelenkor kihívásaira felelve Európát. A tájékoztatón kiemelték, Székesfehérvár két feltételt szabott. A csontokat nem érheti maradandó károsodás, és a vizsgálatok lezárultával maradéktalanul vissza kell kerülniük Székesfehérvárra. Egy történelmi helyen vagyunk, azt hiszem, hogy egy történelmi pillanatban. Hogy miért történelmi ez a hely, valószínűleg kevésbé kell ráutalni, de azért érdemes megemlíteni, hogy enélkül a hely nélkül, amit a nemzet történelmi bölcsőjeként tarthatunk számon, valószínűleg most nem lehetnénk itt, és biztos, hogy nem beszélhetnénk magyarul. Nem beszélhetnénk arról a magyar kultúráról, azokról a szentekről, arról a közös gondolkodásról, lelki és egyéb értékeket rejtő tartalomról, ami ebből a helyből gyökerezett. Nem elfelejtve, hogy miközben ez egy szent hely volt, közben az akkori államiság legfontosabb döntései és legfontosabb szertartása is itt történt ezen a helyen. Az az állam szervezet tekintetében is ezen koronázások nélkül nem tudott volna az állam generációról generációra tovább lépni. Ez a hely tehát egy történelmi hely. A történelmi sorsfordítók okán sajnos nem tudjuk úgy bejárni,
mint ahogy a hasonló helyeket a világban és Európában, de ez nem ment bennünket föl az alól a felelősség alól, hogy igenis lelkekben és fizikailag is építsük ennek a helynek a jelentőségét. Ezt indítottuk el akkor államtitkár úrral, amikor a kormány itt kihelyezett ülésen 2013-ban a kormány elindította az úgynevezett Árpádház programot. Ez a program már több elemében megvalósult, vagy éppen zajlik a megvalósítása. Királyi sétaút, zajlik a múzeum rendház épületének felújítása, átadásra került a munkaterület, a látogatóközpont, a kőtár helyet adó épület felújítása tekintetében. Számos szakmai konferencia, tudományos okirat és nagyon sok szellemi tartalom mellett fontos előadás és az emberek lelkét építő előadás is zajlott ezen a helyen. És azt hiszem, hogy ebbe a sorba nagyon jelentősen lép be ez a mai nap, és az, ami ma történik. Amikor az osszárium kinyílt, és nem augusztus 20-a előtt néhány nappal, hanem most februárban, akkor egy nagyon fontos esemény sorozat, ami elkezdődött. Egy nagyon fontos tudományos munka az, aminek a céljaira ezeket a csontleleteket átadhatjuk. Én szeretném megköszönni a Magyarságkutató Intézetnek és szakembereinek, ott kint is, akik állnak, és természetesen a Szent István Király Múzeum szakembereinek is, hogy szakmai együttműködésben ez a folyamat elindul, és a jó gazda gondosságát már az a körülmény is jelzi, amit itt néhány óra alatt sikerült kialakítani, hiszen az osszárium megnyitás az egy speciális feladat, akárhogy nem történhet, hiszen itt hosszú-hosszú-hosszú évek óta megfelelő biztonsági előírások mellett őrzi a múzeum a csontleleteket. Elődeink, amikor az osszáriumot kialakították, és ezeket a bizonyos csontleleteket elhelyezték ezekbe a fém ládákba, akkor azt mondták, hogy azért így teszik, mert majd egyszer biztos eljön az idő, amikor a tudomány képes lesz ezeknek a csontleleteknek a tudományos vizsgálatára. Ezek szerint az idő eljött, azt hiszem mindenki kíváncsian áll a következő hónapok eseményei elé. Mi egyet tudunk ígérni, hogy ahogy eddig is, ezután is ehhez minden segítséget, támogatást megadunk, és folyamatosan a tájékoztatásról is közösen Magyarságkutató Intézettel és a Szent István Király Múzeummal gondoskodni fogunk. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. Jó munkát kívánok a szakembereknek, és azt mindahányunknak, hogy ezek a kutatások erősítsenek bennünket nemzeti tudatunkban is, és mi attól tegyük hozzá, hogy székesfehérváriságunkban is. 2013-ban indult el az Árpádház program, aminek azóta több elemének a megvalósítása is elkezdődött Székesfehérváron. Ennek egy újabb lépcsőfoka az itt őrzött királyi csontok tudományos vizsgálata. Szent helyen állunk, a nemzeti emlékhelyen, az osszárium mellett, amely véres és dicsőséges magyar évszázadok királyának csontleletét, földi maradványait őrzi. És ahogy a csontjaink, az emberi test tartószlopai, úgy tartószlopai, ők az ő művük nemzetünk történetének és az elmúlt évszázadoknak, de ezek az évszázadok nem voltak mindig kegyesek hozzánk, és ezek a csontleletek ma az osszáriumban őrződnek, de nem tudjuk, melyik csontlet melyik királyunkhoz tartozik, és ma érkezett el oda a tudása, tudósok tudása, a tudomány ahhoz a pillanathoz, hogy az archeogenetika segítségével megállapíthassák, hogy mely csontlet melyik királyhoz tartozik, és történelmi kötelességünk, hogy ezt a lépést megtegyük, és méltó módon megőrizhessük királyunk emlékét, és itt a nemzeti emlékhelyen földi maradványaikat, és tegyük ezzel Székesfehérvárt, a nemzeti emlékhelyet egy olyan zarándok helyé, ahova a Kárpát-medence magyarság és a Kárpát-medencén kívüli magyarság is elzarándokolhat, eljöhet, és méltó módon elruhatja a kegyeletét. A Magyarságkutató Intézet az archeogenetikai kutatás során több mint 600 koponya és majdnem ugyanennyi vázmaradványt vizsgál, amelyek összesen több mint 900 egyén maradványait jelenthetik. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!